Sziasztok! Épp a szombati Budapest Parkos Pundel Masszív koncertre készülök, és arra gondoltam, mi lenne, ha együtt közösen hangolódnánk a bulira. Ha pedig még nincsen jegyetek, akkor esetleg, ha megjön a kedvetek hozzá, akkor még tudtok jegyeket venni gyorsan magatoknak, úgyhogy hajrá! Szóval, ha már így hangolódunk, akkor gondoltam, megmutatom, hogy én ilyen swing, haj, illetve ruhát, outfitet gondoltam magamnak a koncertre. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, hogy ebből mit hozok ki, akkor tartsatok velem, és bulizzunk egy jót! Kezdjük az alapozással, és fun fact, nyáron nem használtam alapozót, ez volt az első alkalom, hogy végre le tudtam róla szokni, és tökre örülök neki, mert nem kellett így legalább felesleges rétegeket magamra kenni nyáron, és annyira hozzászoktam, hogy egyáltalán nem használok most már, csak korrektort, és teljesen jó így, nem kell felesleges réteg, tényleg. Tökéletesen elfedi épp azt, amire szükség van, amit éppen el kell fedni, és ennyi. Szóval, ha tehetitek, és nem annyira csúnya a bőrötök, mondjuk nekem régen volt, és ezért muszáj volt macska körömben persze használni, akkor én teljesen inkább azt mondanám, hogy csak hagyjátok el, és ne használjátok. Mert teljesen jól elfedte a korrektor, pedig csak pár helyre tettem, és már is más ember vagyok. Annyira bírom egyébként a szövegeket, olyan, annyira érdekesek, és nem tudom, hogy lehet egyet mondani egy dalszövegről, de érdekesek. Úgyhogy, neked azért volt ki hangja. Unalmas friska. Zseniális. Imádom őket. Egyik abszolút és örök kedvenc dalom. Egyébként egy transzparens púdert használtam, még szerencse, hogy ez egy spink videó, és a lényeget nem mondom csak. Másoknak szavát szarám talán. Szóval, szemöldök. Egyébként ne számítsatok rá, hogy valami hüde extra sminket csinálok, mert úgy vagyok vele, hogyha koncertre megyek, akkor én soha, de soha nem szoktam túltolni. Nem vagyok az a mindenki rám figyeljen típus a koncerteken, mert meg úgy általában sem. Én a lehető legegyszerűbb, legkényelmesebb sminket szoktam elkészíteni, mert úgyis ugrálok, úgyis bulizok, úgyis táncolok, és úgyis leolvad rólam, úgyhogy a lehető legkevesebb sminket szoktam általában felrakni ilyenkor. De tényleg ez legalább olyan lesz, amit valóban egyébként szoktam használni. Használni, mert mit fog semmi koncerten. Amúgy nagyon szeretem Papsovit is. Tök jó lenne, ha ott lenne a koncerten. Fú, ez a szemöldök most egyébként elég masszívnak tűnik. Pulani. De, és az folyam volt, szóval, hogy most is mind nélkül nézem, annyira brutálisan erősnek tűnik, pedig amúgy mindig így csinálom. Na, mindegy. Egyébként, amennyire szeretem őket, teljesen ki vagyok borulva, mert idén csak egyszer tudtam elmenni koncertjükre, pedig vagy ötször biztos, hogy terveztem, de valahogy mindig közben jött az élet. És tényleg ki vagyok borulva, de a legjobban az bánt, hogy a júliusi Budapest Parkos koncertjükre nem tudtam elmenni, pedig akkor ünneplik egyrészt a szülinapjukat, és a legviccesebb, hogy én is akkor ünneplem a szülinapomat, és évek óta, amióta ismerem őket és szeretem őket, minden évben ott ünneplem a szülinapomat, és most idén nem tudtam elmenni valami oknál fogva, mert nem is emlékszem, hogy volt a gond. Tehát, hogy nem tudtam elmenni oda bulizni és megünnepelni, együtt megünnepelni a szülinapunkat, és ez most így teljesen lehangolt egyébként így a nyáron, tehát nem is volt annyira tökéletes ebből a szempontból a szülinapom, úgyhogy most remélem ez a koncert pótolni fog, és olyan lesz, mint hogyha szülinapot ünnepelnénk. Egyik kedvenc dalom egyébként, bár gyanítom, minden dal ezt fogom mondani, úgyhogy nézzétek el, légy szíves. Több kedvencem is lehet, na. Meg az összes is lehet a kedvencem, na. Bocsánat, de azt hiszem, hogy csinálom, nem tudok beszélni. Nem vagyok elég multifunkciós, de legalább élveztétek a dalt. Egy primert használok egyébként a szempillemre, ezért fehér. Mert igazából nem is látjátok, hogy egy. Tehát egy primert használok a szempillemre, a L'Oréal-tól kaptam, és
Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen. Még sose használtam úgy effektíve primert sem a szempillámra, és ezt meg végképp első alkalommal használom, úgyhogy érdekes élmény úgy festegetni, hogy semmi változás nem lesz. Na mindegy, majd meglátjuk. És ugye erre kell rátenni a másodikat, ami a fölkötőn. Lakatlan szigeten. Na, most ugrik a majom a vízbe. Ti-ti-ti. Doppergést kérek. Doppergést kérek. Mindegy. Nem hallgatnak rám, fiúk. Amúgy ez a kedvenc részem annyira szürreális, amikor az összes rajongó erre részre felteszi a kezét. Én ezt sose értettem, tehát ember, a szöveget halljátok, hogy mit mond? Büszkék vagytok, hogy büszkén emelitek fel, éneklitek a szöveget úgy, hogy az a szöveg, hogy tett fel a kezed, ha nem tudod a szöveget. Na, mindegy. Ezek ilyen apró kicsi mozdulatok, amiket nem tudok hova tenni. A kövi lépés az a highlighter, mert ragyogni természetesen akkor is kell, hogyha egy ilyen full egyszerű sminket dobsz fel. És azért egy vakolatnyit magamra fogom kenni, hogy még az utolsó sorban is észrevegyem volt. Nem vagyok kb. Rajongó. Na és akkor tulajdonképpen már csak az utolsó lépések következnek. A lényeg, vagyis a rúzs. Legalábbis nekem mindig az. Képtelen vagyok nem énekelni, még hogyha rúzsizok is. Nagyon várom már. Wow, egy teljesen új ember! Lehet, hogy túl sok kávét ittam, bocsánat. De bírni kell valahogy öreg vagyok, 28 évesen nem tudsz csak úgy állni bulizni, muszáj egy liter kávét magadban. Nem bírom. Úristen, borzasztó. Üld a bőr. Egyébként a MAC-nek a Stanley Kiss rúzsát használom, ez most a legújabb kedvencem. Egyszerűen imádom, és tökéletes őszre, úgyhogy ennyi. Egyébként kész vagyok. És mondtam, hogy nem fogok semmi extrát csinálni, egyetlen egy izgalmasság az a rúzs, de arról meg nem vagyok hajlandó lemondani. Bármennyire is tetszett egyébként rúzs nélkül, azért mégiscsak egy koncertre fel kell tenni azt a sötét bordó rúzst, úgyhogy ez lett a végeredmény. A hajammal nem fogok semmit se csinálni, max még átkötöm egyébként, de ez a kedvenc hajtípusom egyébként a legegyszerűbb, nem kell vele foglalkozni, ráadásul nem zavar koncert közben sem, amikor ugrálok, táncolok, úgyhogy ez lett a hajból. És akkor nézzük a ruhát, amit a koncertre választottam. Spoiler, az sem lesz sokkal izgalmasabb. Ahogy látjátok, az outfitem tényleg elég basicre sikerült, de pont ez volt a célom, én ezekben érzem magam a legjobban, úgyhogy lépjünk is ezen tovább. Tehát felvettem egy magasított farmernadrágot, aminek a szárát felhajtottam, hogy azért mégiscsak egy icipicit izgalmasabb legyen az összkép. Ezt egy sima, fehér, újatlan felsővel párosítottam, és erre rákaptam a bőrcsekimet, ami egyrészt jól néz ki ezért, másrészt azért, mert azért ősz van, és esténként már nagyon hideg van, úgyhogy praktikus, de lett rohadt jól néz ki, és cipőnek pedig egy nagyon kényelmeset választottam, az old school Vans-emet, úgyhogy ez lett volna az outfitem. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett, és remélem azt is, hogy minél több nézőmmel találkozok szombaton a Budapest Parkban a Polarmassiv koncerten. Ha még nincs egyetek, akkor futás gyorsan vegyétek meg, mert óriási buli lesz. Pacsi! Jönnek el, lesz a jó, csönd vagyok, csönd.